Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás szeptember 3-áig, hétfő. A hétfői nap felett a hold uralkodik. A hold szimbolizálja az anyukát, szimbolizálja az anyai érzelmeket. Kihat általánosságban az érzelmeinkre, ahol vannak vágyak, elképzelések, álmok, és most megnézzük, mit mutat a kártya, mi történik a hétfői napon, mire kellene odafigyelni. Itt látható ez a lovas hintó, tehát itt előre mennek a dolgok. Lesz egy új irány, változnak az események. Ez a kártya szimbolizálhat egy autót is, mint például egy autó vétele vagy eladása. A keddi nap felett Mars bolygó uralkodik, ez jelenti az élet erőnket, vagy a férfiakat. Ezen a napon Uránusz bolygó megáll egy pillanatra, utána visszafele halad. Uránusz bolygó hatása alatt vannak meglepetések és változások. Mivel megáll egy pillanatra, akkor ez nem a megfelelő időpont valamin változtatni. Utána visszafele halad, lehet, hogy még át kell vizsgálni valamit, mielőtt döntéseket hozunk, mielőtt változtatunk valamit az életünkben, vagy az is lehet, hogy valaki gondol ránk a múltból, visszatér, és ezáltal lesznek változások. És mit mutat a kártya? Itt vannak még korlátozások, álmatlan éjszakák, valami nyomaszt bennünket. Vannak gondok vagy problémák, amit meg kellene oldani. Szerda, itt látható a szerdai nap felett, Merkur bolygó uralkodik. Jelenti a cselekvéseket, a tanulást, a szerződéseket vagy a kommunikációt. Ezen a napon egy Lilith energia van, és ez közel van a mi földünkhöz. Ez a Lilith energia kiváltja a vágyakat, az álmokat. Ez most megvalósítható, hiszen közel van a földhöz, és a mi földünk jelenti a reális dolgokat. És mi várható szerdán? Itt lesz változás, lesz egy új irány. Lezárunk bizonyos dolgokat, mint például ezt a szomorúságot, és evezünk egy új irányba. Még nem értük el, de látható, hogy itt lesz mozgás, lesznek változások. Csütörtökön teli hold van, az indiai asztrológia szerint, és ez egy nagyon precíz számítás a vízöntő jegyében. Itt lesznek különleges események, különleges kapcsolatok, vagy ötletek, tervek. És ez a teli hold megvilágítja ezeket a dolgokat. A csütörtöki nap felett Jupiter bolygó uralkodik, a szerencse bolygója, de jelenti az igazságot is, vagy megmutatja az igazságtalanságokat is. Itt lesz egy új kezdet. Ez lehet egy új munkahely, lehet költözködés, egy új irány párkapcsolatban. Kezdetben még sokat cipelünk, el kell valamit engedni, hogy ne legyen nehéz az első lépés, de várható az, hogy lesz egy új irány, egy új periódus kezdődik az életünkben.
A pénteki nap felett Vénusz bolygó uralkodik a szerelem bolygója, de utal ránk hölgyekre is. Itt valaki közeledik hozzánk, egy lovas férfi, itt látható a mozgás, előre mennek a dolgok, átnyújtja ezt az arany kelyhet, és az jelenti az érzelmeket, tehát érzelmekkel közeledik. Szombat. Szaturnusz bolygó uralkodik a szombati nap felett. És megnézzük, hogy mi várható ezen a napon. Itt látható a sors kereke, és az hasonló, mint Szaturnusz bolygó, a sors bolygója. Itt lesznek sors döntő változások, vagy tervek, vagy találkozások. Valami történik, ami kihat a sors utadra. Itt középen a nap szimbóluma van, és a nap uralkodik vasárnap felett. Ezen a napon a hold eléri Ráhút, a felfele mozgó kármikus csomót, ami utal kármikus témákra természetesen, és jelent egy új utat, egy új irányt, változásokat. Ezen a napon Vénusz bolygó megáll egy pillanatra, utána előre halad, és kihat a párkapcsolatra. Lehet, hogy vasárnap még úgy nem mennek előre az események, de utána majd lesz változás. És mit mutat a kártya? Itt látható a tűz eleme, és a tűz eleme azt jelenti, hogy itt meg lesz a bátorság, a lelkesedés, lesznek szenvedélyek, lesz egy új irány, és ez az irány, ez tetszeni fog neked, hiszen lelkesít téged, vagy ez a férfi akar közeledni hozzád, keresi a testi kapcsolatot, és azt szeretné, ha te ennek örülnél, ha lenne ez a lelkesedés, és lennének szenvedélyek. És ez volt a heti jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!